ma volt, hogy nem. Jöttek fel egy regimentet az arrivához. A maszakok keszi tehát eredendően, tehát... Összességében... Ott is a... Ha ez mindegyik, hát hajtják az embert, mint a lovat, itt erről szól a dolog. Ezt fizetni sem akar senki. De abból ez a BKK-t nem kell fogni, hát ez... beszervezni külön pluszba vízfejnek. Nekünk, mint BKV-soknak elég volt bőven vízfejnek az akrác harcsa. Most még itt van ez hozzá, teszőn. Dávid féle kis zsidó cég, ez rajtjanak meg. Szipolyozzák az embert. De már mostan kitették a közlekedé, vagy attól még Dávidka? Nem, Dávidkát kirakták a picsába, de egy nem létező múzeum igazgatója jó pénzért. Nem szeretném, hogy a gyerek egy ilyen.
Tudkod, figyeld a forgatást majd. Jani. Ja, csinálj ott képeket. Ez egy rendes kis vasúti. Persze. Most figyelj, mozdony eljön ide. A vagon meg majd utána begurul oda, vissza, és a mozdony meg előre áll. Jó, hogy akkor egy-egy mozgásra spórolnak. Nincs hol körbejárni. Ja, hogy itt nincs a végén körbejárni. Nincs. Ugyan a helyi szüke, mint a terepasztal. Igen. Na figyelj. Hát ez a trükkös buli. Most már rájöttem, hogy persze már így az ember látja a pályát, akkor már jó. Egy mozdonnyal kevesebb van. Megint hol kellene járni. Igen. Na vagy pálya kéne, vagy egy hosszú. Hát vagy tolva ment volna minket. Majd azért megy tolva a Szobi. Ennyi erővel legudíthattak volna minket mozdony nélkül is, aztán igen. Utánunk ők volna. Figyelj, a hátul ott tekergette a féket a srác folyamatosan. Tekergette? Persze, fékezték, de ezen nincs. Csak a mozdony fékez, meg a forgóvázat fékezték. Igen. Egyből megyünk vissza? Hát a 13 óráig nem tudom, mit szeretné itt csinálni. Akkor megy a következő? Igen. Ennyi volt? Hát bogarázhatsz itt 13 óráig, de én nem akarnék. Itt semmi nincs, engem annyira nem érdekel az erdő.